Szevasztok, Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Raid Shadow Legends. Nem más örvendeztetett meg minket a következő sárnyítással, mint a jó öreg Titus Mester, akit már több ízben láthattatok itt a csatornán. Titus a mázlista, Titus a nem annyira mázlista, és Titus a mázlistátlan szerepkörében. De nézzük, hogy ezúttal mit hozott itt nekünk, mit villantott nekünk Titus kartás. Nézzük és élvezzük a munkásságát. Tehát nyitottunk rögtön egy Rektor Dráttal, aki lényegileg nélkülözhetetlen szereplője sok-sok. Hoppá! Mindjárt Legendary és Longbeard kartást sikerült megnyitnunk. Nézzünk is akkor mindjárt rá Longbeardre, aki, ha emlékezetem nem csal, akkor a Skinwalkerekben rejlik. Longbeard azt mondja, hogy egy támadó bika a Skinwalkereknél. Nézzük, hogy mit tud. Azt mondja, A1-en egyenlenfele támad, ignorizálja a shield és a block damage buffokat. Az A2-n egyenlenfele támad, 25%-os weekend szór ki két kör erejéig, ami, hogyha ki van könyvezve, akkor szintén nem egy két körre, tehát lényegileg folyamatos weekend tud biztosítani egy ellenfél számára. Az A3-on pedig egy ellenfele támad négy szövetségessel, tehát ally attack, és növeli a szövetségesek sebzését 20%-kal, ezt négy körönként képes végrehajtani, tehát lényegileg a teljes csapattal támadni tud egy ellenfelet. Na most, hogyha, mivel az ellenfelek ilyenkor A1-jel támadnak, mivel a szövetségesek ilyenkor az A1-es skill-el támadnak, amelyik szövetségesnek az A1-jén AOE van, úgy természetesen akkor az egész ellenfél csapat kapja a sebzést. Az aurája crit rate csak a dungeonökben, de 23%, úgyhogy előleg kellene, hogy lehessen rá vagy köréje csapatot építeni. Elég jó az alapatákja 1409-el, lehet azért ezt elég emberesen scale-elni. Speedje 97, láttunk már gyorsabbat, de nem tragikus. Nézzük, mit mondanak a review-k róla. 4-8, hát lényegileg nincs is semmi sárgája, csak a Sand Devil, de hát az még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon specifikus content. Úgyhogy egészen combos kis hőst sikerült itten Titusnak mindjárt a dolgok legelején kibontania. Úgyhogy talán nézzük is tovább, hogy mit sikerült még villantania. Tehát a következő csoportban van egy Lady Quillenünk, Toragi the Frog, ezek mind olyanok, hogy jó, ha vannak, de azért még nem game changerek. Tirla Kriskam Assassin, Wagonwing Questor, Haikatun, Jesus Maria Haikatun. Egy hét után megkapod a játékba, a játék legelején első rendű speed leadernek az arénába, de egy-kettőre túl lesz haladva. Kayden a Dark Elfeknél egy relatív fontos hős, mert egyike azon keveseknek, aki képes újraéleszteni, képes reszurektálni, ez igen komoly probléma a Dark Elfek körében. Nézzük, haladjunk szépen tovább, azt mondja egy Seeker, és más talán semmi. Menjünk, haladjunk.
Avenger, Ironclad, Hetman, Grumbler, Full Cake, jaj, de utálom ezt, tehát amikor kétszeres esélyen is 10 kéket kapsz egy lendületből. Sepulcher Sentinel, igen, ő egy relatív hasznos karakter. Sokakat láttam igen specifikus helyeken használni. Fang Cleric, jó, oké. Hát ez megint nem néz ki valami gyönyörűségesen, megint egy 10-es kék csomag. Húsz kék egymás után, te jószagú úristen, a kétszeresbe bele. 20 kék egymás után. Hellgazer, Jotun, Wildrax. Jó van, csirkéknek legalább első rendőek. Skion, Grizzledjarl. Ajjajjajjajjaj, szerintem azzal az egy legendarival nagyon leresszetöltük a Mercy-t. Na de hát sose lehet tudni. Masked Firmogens, Nortic Tag, Relic Keeper. Ennye. És még egy Spider is benéz itten nekünk. Hát nagyon a vége felé járunk a kötegeknek. Farrakhan the Fat. Na, Farrakhan the Fat egy Epic bőrbe bújtatott legendary. És ennyi is voltunk. Tehát sikeresen nyitottunk Titusszal egyetlen egy szem legendarit. Ahogy mondják, szegény ember vízzel főzés nem válogat. Szerintem még azzal is meg lehetünk elégedve. Én, hogy őszinte legyek, nem is néztem, hogy mennyit nyitottunk, de úgy hiszem, hogy 140 körül volt. Még dupla eséllyel mindjárt a legelején kinyitni. Elvileg még kinézett volna egy, de hát jó van, ilyen a random number generátor. Nincs mit tenni, de csüggedésre semmi ok a csüggedésre, egy legend beljebb vagyunk. Láttunk már sokkal rosszabbat, ami azt illeti, úgyhogy amondó vagyok, hogy ezt elkönyvelhetjük sikeresnek. Jól van, rendben, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Lootmasters rajongók, ennyi voltunk akkor már a Titus karmester nyitásával. Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videóban is. Na, szevasztok!